Sziasztok! Közeledik a július 1-e, és szeretnék nektek segíteni abban, hogy hogyan tudjátok összekapcsolni számlázó fiókotokat az a NAV online számla rendszerével. Amire szükségetek lesz a regisztrációhoz, készítsétek elő az ügyfélkapus felhasználó neveteket és jelszavatokat, az adószámotokat, illetve az adó azonosító jeleteket. Szükséges lesz még egy telefonszámra, illetve e-mail címre, valamint a székhelyre, és hogyha van, akkor a cégnek a nevére. Jó, kezdjünk is hozzá szerintem. Üssük be, hogy online számla .nav.gov.hu. Itt pedig a regisztráció gombra kattintva az oldal alján megtaláljátok az adatszolgáltatásra kötelezett adózói regisztráció gombot, ami egy ismerős felületre az ügyfélkapura visz át titeket, és itt már is használhatjátok az ügyfélkapun használt felhasználó neveteket és jelszavatokat. Ezzel most lépjünk is be. Sikeresen beléptünk, remélem nektek is sikerült eddig eljutni. Most pedig az adóazonosító jelünket kéri a rendszer, ugye ez a 8-assal kezdődő számsor, amit a kis zöld kártyátokon találhattok. Ezt leellenőrizzük, és a rendszer felismert minket. Választunk felhasználó nevet, ami természetesen eltérhet az ügyfélkapós felhasználói nevünktől, hiszen ez magában az online számla rendszerbe lesz a belépési nevünk. Ha mást választanánk, akkor mindenképpen jegyezzük ezt fel. A részletes adatok megadásánál a regisztráció típusát választjuk ki, hogy gazdálkodó szervezetként, avagy egyéni vállalkozóként szeretnénk regisztrálni. És újra kéri tőlünk az adószámot, illetve az adóazonosító jelet újra kéri tőlünk. Ezeket is értelemszerűen töltsük ki, és mindjárt aktív is lesz nekünk az adózói adatok ellenőrzése gomb, melyre rákattintva további adatok megadását kéri tőlünk a rendszer. Itt ugye láthatjuk már a már korábban megadott felhasználó nevünket, és most egy jelszót kér tőlünk, tehát ami az online számlarendszer belépéséhez szükséges jelszó lesz. Ez szintén lehet ugyanaz, mint az ügyfélkapuban, de lehet ettől eltérő is. Töltsük ki az e-mail címünket is. Ez is lehet ugyanaz, mint az ügyfélkapun, de el is térhet tőle. Itt már gépelésre lesz szükségünk, eddig tudtunk másolni, de itt ugye a rendszer nem engedi, hiszen ellenőriznie kell, hogy ez egy valós cím, illetve hogy ugyanazt írtuk-e be. Adjunk meg egy telefonszámot is, az adózóhoz, illetve a kapcsolattartó telefonszámát. Az adózó adatait az adószám alapján a rendszer automatikusan kitöltötte, kivéve ugye az adózó e-mail címét és a kapcsolattartási telefonszámot. Ezeket tegyük meg, hogy kitöltjük. És ellenőrizzük le, hogy a feltüntetett adatok azok helyesek-e. Tehát a székhely, a kapcsolattartás nyelve az alap esetben magyarra van állítva. Ha szeretnénk ezen változtatni, akkor természetesen itt a lenyíló füleken megtehetjük. Rendben van, és ha mindennel egyetértünk, ugye itt szintén aktív lett a regisztráció gomb. Ennek a gombnak a megnyomásával mi most regisztráltunk is a NAV online számla rendszerébe, és itt be kell lépnünk a korábban megadott felhasználó névvel és jelszóval. Bejelentkezünk, és mindjárt meg is látjuk, hogy sikerült-e jól rögzítenünk az adatokat.
Nagyon-nagyon jók vagyunk. Ne ijedjetek meg, hogy itt egy piros képernyőt láttok, egy piros sávot, ami hiányos regisztrációra hívja fel a figyelmünket. Semmi egyebet nem jelent, csak annyit, hogy a regisztrációnk az sikeres volt, viszont ahhoz, hogy az online számlázónkat össze tudjuk kapcsolni az online számla rendszerével, ahhoz egy technikai felhasználót is rögzítenünk kell, ez következik most. A felhasználók menüpontban, itt látjátok, már is betöltésre kerül az elsődleges felhasználó adata. Egy kicsit lassabb a rendszer, biztos azért, mert sokan regisztrálunk most így. Az új felhasználó hozzáadásával egy technikai felhasználót fogunk tudni most hozzá csatlakoztatni, illetve kapcsolni. Itt szintén megadunk egy jelszót, ami lehet ugyanaz, és el is térhet a korábban megadott jelszavaktól. Ami pedig nagyon fontos, hogy a jogosultságok beállításánál a számlák kezelése és a számlák lekérdezése mindenképpen legyen bepipálva, illetve ez a kettő legyen bepipálva. A mentés gombbal létrehozzuk a felhasználót, és továbbra se ijedjetek meg a hiányos regisztráció hibaüzenet miatt, hiszen itt csak az történt, hogy a technikai felhasználót létrehoztuk. Most pedig egy kulcsot kellene generálnunk, ugye, amivel később össze tudunk csatlakozni a számlázóval. Itt nem annyira adja egyértelműen magát ez a gomb, hiszen kicsit inaktívnak tűnik, de mindenképpen a kulcsgenerálásra kell, hogy kattintsatok. És itt már látszódik is, kicsit halványabb színekkel, halványabb betűk látszanak, de ne zavarjon meg titeket, ezek tényleg ilyen kis halvány betűk, ettől még ezek léteznek. Most pedig lépjünk be a számlázó fiókunkba, a számlász.hu-n. Keressük meg azt a felhasználói fiókot, amelyiket ugye most rögzítettük a NAV online számla rendszerében. Válasszuk ki itt a listából. És a fiókon belül a beállítások, fiók beállításai, majd NAV online adatkapcsolat menüpontba kellene lépnetek. És itt pedig értelemszerűen ki kellene töltenünk most ezeket a rubrikákat. Az egyedüli fennakadás, amit itt nem fogtok megtalálni, az a jelszó lesz. Tehát kezdjük el, nagyon jó dolog és nagyon kényelmes, hogy lehet másolni, tehát nem kell megjegyeznünk ezt a hosszú nevet. Ki tudjuk másolni a rendszerből. És adjuk meg azt a jelszót, amit ugye megadtunk a NAV online számla rendszeréhez. Az előző nagyon hasonló módon kimásoljuk az XML aláíró kulcsot, valamint az XML csere kulcsot, és ezeket mind-mind beillesztjük a számlász.hu adott fiókjának NAV online adatkapcsolat menüjébe. A kapcsolat létrehozásával egy zöld pipát kell, hogy kapjunk. Nálam ez meg is történt. Remélem, nálatok is sikeres volt a regisztráció. Szép napot kívánok nektek! Sziasztok!